Táncos mozdulatok a fotókon, miközben a háttérben szeméttel szennyezett környezet. Két világnapot kapcsoltak össze a Pécsi Egyetemen ezzel a fotósorozattal. Ez egy környezetvédelmi akció, viszont remekül jön ki ez az április, ugyanis április 22 a földnapja, ezért indítjuk el ma a fotóknak a posztolását. A PTL Tánc Együttes közösségi oldalain lesznek követhetők néhány hétig, hiszen sok fotó készült, jóval több, mint amennyit egyébként terveztünk, és hát közbe fog esni a Tánc Világnapja is, ami április 29-én, azaz pont egy hét múlva van. És ezért gondoltuk, hogy ez így egy remek akció lesz, így a kettőt összekötve. Egyik céljuk felhívni a figyelmet arra, hogy sokszor már észre sem vesszük, milyen pusztítás és szennyezés vesz minket körül. Ezért az egyetem táncosai felkerekedtek és fotókat készítettek. 30 helyszínen készültek fotók, ahol azt szeretnénk megmutatni, hogy bizony sokszor elég meghökkentő negatív értelemben az a háttér, ami körülvesz minket, és néha még mi magunk is elfordítjuk inkább a fejünket, és akár csinálunk egy jó kis fotót, és észre sem vesszük, hogy körülöttünk mennyi szemét van. És ezért próbáltunk olyan helyszíneket találni, ahol akár egy gyönyörű kecses mozdulattal, viszont nem éppen szép háttérrel örökítjük meg ezeket a dolgokat. A kampány ezt bemutató részében ezért tűnnek fel a képeken látványos, szemet gyönyörködtető mozdulatok a gyakran meghökkentő valóságot ábrázoló háttér előtt. Így férhet meg egymás mellett a kecses spic cipőre emelkedés, az elhajított szeméttel, a menő szaltó a természetbe kidobott gumiabroncsokkal, a könnyed emelés a műanyagokkal teli vízben, vagy éppen a légies ugrás a smogban. A képeket a PTL Tánc Együttes közösségi oldalain találják meg az érdeklődők.